Sziasztok, vérem, üdvözlök mindenkit egy új videóban. Van egy sztár vendégünk, Halmosi Péter. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Nagyon sokan ismerhetitek, annyit kell tudni, hogy 35-szörös magyar válogatott. Péter háromszoros magyar bajnok a Debrecennel. Igaz? Így van. És kétszeres szuperkupa győztes, focizott külföldön a Premier Ligában, meg a másodosztályban, ugye? Így van, Championshipben. Így van. Felteszünk pár kérdést Péternek, vagy Cucunak, ahogy a beceneve van. Nem tudom, hogy melyiken szólíthatunk. A Cucu, jó a Cucu, szeretem. A Cucu. Az első kérdésem, mint nekem Cucuhoz annyi lenne, hogy a Cucu honnan ered? Hát a Cucu az édesapámtól örököltem meg. Igazából annak idején volt egy nagyon jó futballista, meg utána edző is, Bozsik József. És ő neki volt a beceneve ez, hogy Cucu. És ugye jóval apukám előtt volt ő, tehát ő már akkor edző volt, mikor édesapám focizott. És apukám ugye nagyon ment neki, jól játszott, tetszett a játék a Bozsik Józsefnek, mint edző. És ugye mindig jókat nyilatkozott róla, jókat beszélt róla az újságokban, vagy bárhol. És ugye mivel a Bozsik Józsefnek Cucu volt a beceneve, ezért a csapattársak így ráragasztották, mivel annyira kedvelte a Józsi bácsi aput, így ráragasztották, hogy Cucu. Tehát igazából apu is a Bozsik Józseftől örökölte meg a Cucu becenevet. Én meg a bátyám, ugye a két fiú, a családba, mi meg tovább vittük. Amikor korábban külföldön focisztál a Premier League-ben, mennyivel másabb ott a tempó, mennyivel másabb a foci? Erről egy kicsit, hogyha tudnál esetleg beszélni. Hát ez most pont aktuális, hiszen ha megnézzük, akkor a világ futballját jelenleg az angol futball uralja, hiszen ha megnézzük, akkor a Bajnokok Ligájában is a döntőt két angol csapat játsza, és az Európa Ligában is két angol van. Hát nem tudom összehasonlítani, tehát most, hogyha a magyar NB1-jel kellene összehasonlítanom, vagy bármilyen más osztállyal, én azt gondolom, hogy nem lehet, hiszen olyan fizikális az a bajnokság, mind iramban, mind taktikailag, mind technikailag, gyorsaságban, tehát nem tudok olyat mondani, amiben nem extra az a bajnokság. És a bajnokságnak a színvonala is mutatja, hogy az első, az kikaphat az utolsótól. Nagyon kevés olyan bajnokság van a világon, én azt gondolom, ahol az elsőt az utolsó bármikor megverheti. Lásd egy Juventus, top csapatok, a világ legjobb csapatai, de a saját bajnokságukban nincsenek rákényszerítve ilyen iramra, ilyen fizikális dolgokra. És ahogy az előbb is említettem, ezek a mérkőzések, amik most a BL-ben voltak, vagy az Európa Ligában, ezek számomra azt bizonyítják, hogy akkor, amikor én kint fociztam, akkor is, ha jól tudom, két angol csapat játszotta a BL döntőt. Most is ez azt bizonyítja, hogy lehet, hogy a spanyol bajnokság, meg az olasz bajnokság volt egy-két év, mikor a legjobbnak számított, de én azt gondolom, hogy az elmúlt 10-10 pár évben a Premier Liga viszi mindenféleképpen a prémet. Ja, és mi volt a legnagyobb foci élményed a karriered során? Hát akkor igazából sokszor megkérdezték ezt már tőlem. Erre úgy nem tudok válaszolni, mert úgy az egész karrieremben mindig voltak olyan dolgok, amire azt mondja az ember, hogy hú, ez hihetetlen. Tehát most felsorolhatnám, hogy ki kellene léptem pályára, tehát a régebbiek közül a Zidane, a Figo, a Messi ellen is pályára léptem. Tehát igazából mondhatni azt, hogy a jelenkor nagy sztárjai, akik a jelenben is nagy sztárok, a múlt nagy sztárjai, akik már edzők és sikeres edzők, őlenek is sikerült párra lépnem, tehát ezeket mind felsorolhatnám. Nincsen egy darab olyan dolog, ami a legkedvencebb lenne. Úgy azt gondolom, hogy az egész karrieremre azt mondhatom, hogy hát nem is a maximumot, mert mindig lehet többet kihozni, de nagyon sokat kihoztam belőle, és büszke vagyok arra, amit elértem. Köszönjük szépen akkor ezt a rövid interjút a Cucunak. Srácok, most térünk a lényegre. Ádival azért jöttünk, hogy Cucuval felmérjük a tudását, és hogy megpróbáljuk legyőzni egy focis kihívásban, amit mindig láttatok a csatornán. Ugye Ádámmal 100%-os büntető teljesítményünkhöz híven büntetőpárbajra invitáltuk Cucut. Az ő választott kihívása még nem tudjuk, hogy mi lesz, addig eldönti. Zsákba vagy meg. Így van. Megnézem, hogy mennyire vagytok jók. Ha büntetőben nyerünk, akkor olyat talál ki, amiben nem tudjuk megverni. Úgyhogy az első az egy büntető párbaj lesz, 10 rugás, 2-t rugunk Ádámmal, 1-et, és Cucu rúg 2-t, ugyanabban a körben, így 5 kör lesz. Aki 10-ből több büntetőt berúg, az nyer. Nálunk Ádám fog védeni, meg lehet, hogy én is párat. Cucu pedig azt mondta, hogy ő védeni fogja a mi büntetőinket. Úgyhogy kezdődjön a párbaj. Akkor lássuk, hogy az Ádi mire képes, meg én. Aztán lehet, hogy beégek, nem tudom.
srácok cucról kapuba és azt mondja, hogy jó teljesítmény, nullt. Már tudjátok, hogy nincs hibázás. Gyerekek, most nyomunk neki egy cudar vinyó. Gyerekek, fel van kötve a nadrágszi. Elég jó rúgja a büntetőt a cucu. Középre, Ádi, tudod az középre, nem mozgok, akkor megfogom. Az mindig bejön középre. Gyerekek, kokosba letesszük valamelyik sarom. Ez az! 6 lövés van, ahogy számolom, hogy abból szerintem egyet még kihagynak, akkor max egyet kihagyhatok, de most ezt berúgom, jó? Ádám azt mondta, szarok vagyunk, de pedig még csak ő hibázott. Egyre fognom kéne, nem igazán full ketchup. Kirágom, hogy tanultam. Hülye vagy? Azt fogd meg. Várj, most az Ádira rátesszük a nyomást, gyere. Egyet már gyerekek, kihagyom. Gyerekek, a Márk feladta a leckét ugyanaz. Benne van a második. Jaj, de szép volt, Istenem! Pedig elkapta az irányt! Gyerekek, a Márk feladta a leckét ugyanaz. A gyerekek, már csak 4-et kell bevernem, aztán megnyertem. Gyerekek, a cucu azt mondta, hogy szereti edzésen az ilyen játékokat, hát most kicsit leveszem tőle a kedvét. Mit gondolom? Majd visszanézem! Oly! Nem érek rá. Ez nagyon is jó. Nem, mert a kapu se érve. Hát, ha mind a kettőt berugom, akkor vége, így van. Na gyerünk, szurkoljatok, jó? Állj te! Ha én nyerek, ti választotok következőt? Nem, akkor te. Minden, hogyan én? Aha, mert ez volt a miénk. Tehát már mi vagytok jó? Hát ebbe, bazd meg. Ezeket ne rakd bele, ha tudod. Majd mindennyi hülyeséget fogunk beszélni. Jó, még egyet te rúgsz. De összevágod azért közben, nem? Mindent. Aha. Az a baj, hogy ebbe. Rácok! Alul maradtunk, tudjátok, ilyenkor jönnek az ajándékrugások. Szép! Gyerekek, ez már csak ajándékrugás, úgyhogy itt már nem az ész dönt, hanem az erő. De már nem számítszám, de azért megfogom, figyelj! Jó! Isten! Kivel jöttem? Gyerekek! Gyerekek, na srácok, a cucu választása az egy különleges kihívás volt. Ilyen még nem volt a csatornán, elmagyarázza nektek. Igazából ez a Romához hasonló, de mivel ugye nekem nincs partnerem, ezért nem nevezzük Románnak. De az a lényege, hogy 16-ra ki kell lévenni a labdát, a kapus kiüveli, vagy hát aki a kapuba áll, és két érintőből be kell fejezni. Nem kötelező két érintőből, ha akarod, egyből is elrúghatod, de azért úgy nehezebb lesz. És ugye a kapus, tehát aki védi a kaput, ő letámadhatja, akinek kiüveli a labdát, és ha már beleér a labdába, akkor utána már nem gól. Persze, hogyha nem a kapuba pattam be. Kívednek, Ádám, hogy nehezebb legyen. Az ívelés könnyű. De nekem nem az a baj. Hát akkor neked csak ízel. Jaj. Húzom, messze vagyok. Jaj. Látod, ilyen most elindult, most bennmaradt, most így nekem berúgni. Ja, na mondjuk ez így érdekes, meg jó is. Gyerekek, az első kihívást azt feladtuk a cucunak, hogy megjöjjön a kedve, de itt nem lesz hibázás.
Gyerekek, ajándékrugás! Ádi már berúgta, úgyhogy ez a kör jó. Nem, most kell ízen. Kérem túlra, mondom, kérem túlra! Jó? Minek? Ott van, hittem az a kapu! Erre rá kell koncentrálnom most a dolgokra. Ajjaj! Jó lesz, jó lesz! Ugyanúgy panyiba, gyerek. Nem mondtam el, nem mondtam el. Nem igazán. Nem mondtam el, azért mondtam, mondd, hogy úgy. Azért jöttem, mondom, hogy lerúgja mindig a kamerát. Gyereke, Kárdi megnémult, apu kiegyenli. Jó, jó, jó. Jó. Gyere, gyere, hát. Mindig az át, te vagy még, mindig az átámnak vagyok. Azért hadd álljak végig. Hát benne kapunk van. Neked nem tudom, mi van velem, szerintem én még alszom. Lédi csapda van. Már három megy. Igaz? Hát most ezt megfogom, akkor az itt a három megy. Ja, hát nem ijeszte. A tudor! Zárnak, mi nem húztam gól. Jaj, most gyere. Hol lesz Ádi? Gyere, kire! Bazd meg! Ez a nyolcadik, gyerekek, ezt most le kell tutiznom. Kettőből kettőt behúzom, aztán végét meg megint le tutizom. Ez a legnagyobb hülyeség volt, hogy kijöttél. Kettőből kettő! Ádi! Azt tud a rádi! Hol rekkóltam oda rakta? Hosszúba! Peters! Essay! What a save! Ezt is sikerült megnyernem, de azért még lejátszunk az utolsó kettőt. Jó, most ez berúgom! Gyerekek, úgy érzem, hogy én a mai nap során két dolgot otthon hagytam. A cudarénemet, meg a terstégen. Úgyhogy itt nincs miről beszélni. Megfogom, vége! Mr. Maury Gray, with a long one in! And David De Gea with a save! Back to Xhaka, hit by Bellerin! Brilliant save De Gea! Na srácok, ennyi lett volna ez a focis kihívás. Igazolt labdarúgó vert meg minket. Úgy gondolom, hogy tisztességesen helytáltunk Ádival. Nem hozta a formáját. Mai vereség ennek köszönhető. Hát jaj, de nem tudok mit mondani, gyerekek, erre a menetre. Nagyon szépen köszönjük Cucunak. Én köszönöm szépen. Kihívásunk elfogadta. És nagyon jól éreztük magunkat. Nagyon szépen köszönjük Péternek még egyszer a kihívást. Somfalvi Csabinak a helyszín biztosítását. És a Suminak a kontaktot a Cucuhoz. Nagyon szépen köszönjük. Megkérdezzük Cucutól, hogy mi a dolga a nézőknek, tisztában van-e vele. Iratkozzatok fel a srácokra, és kedveljétek az oldalt. Meg a videót meg is. Meg a videót is, meg mindent, ami a srácokról szól. Ennyi, srácok, akkor a Pornhubon is lehet kedvelni a videókat. Az Ádit a meleg részlegen megtaláljátok. Srácok, tudjátok nagyon jó, hogy van egy Coca-Cola-s nyereményjátékunk. Meg lehet nyerni az előző labdát, amit Ádám és én írtam alá. Van még egy Coca-Cola-s labdánk, ez is már itt a csatorna eleje óta. Ezt is aláírja a Cucu, és ugyanúgy minden profi játékos majd. És majd egyszer, hogyha nagyon-nagyon sok feliratkozónk lesz, ezt is megkapja az egyik nézőnk. Nagyon szépen köszönjük!
Ugye srácok, érdemes lesz minket a későbbiek során is követni, mert azt a labdát is megkapja valaki. Ne, nagyon jó éreztem magam, én alapból szeretem az ilyeneket, tehát világi életemben szerettem az ilyen kihívásokat, meg az ilyen játékokat. Tényleg nagyon jól éreztem magam, és tényleg minden olyan játékosnak, akivel szeretnétek, vagy profilabdarúgó, vagy nem profilabdarúgó, teljesen mindegy. Én ajánlom, mert egy jó kikapcsolódás, jó időtöltés, és mellette kicsit lehet szórakozni és poénkodni. Én az előbb is említettem, én ilyeneket nagyon imádom. Ja. Nagyon szépen köszönjük. Még egyszer. Én köszönjük. Még egyszer, 8-szor fogunk között. Egyet vágjál csak be. Persze. Én köszönöm. Na jó. Na, crossbar challenge nem lesz. Nyomjunk egyet. Nagyon de azt videón kívül, nem?